Hello, mindenkinek, hajra vagyok, és visszatértünk az XCOM végigjátszásunkhoz. Az előző epizód végén azt mondtam nektek, hogy Székely Dávidot hozzuk majd magunkkal a következő küldetésre, és valószínűleg, hogy újoncokat, illetve hogy újoncokat. Hát nem, ugyanis úgy gondoltam, hogy kicsit nehezítsünk a játékon, kicsit toljuk keményebben, és egy nehézségi szinttel feljebb vittem a dolgot, szóval nem számítok arra, hogy az ellenség csapata. Az ellenség az fogná magát, és mondjuk sokkal több élettel szaladgálna, vagy hasonlók. Viszont arra mindenképp számítok, hogy sokkal taktikusabbak lesznek, sokkal jobban fognak járkálni majd össze-vissza a pályán, ahogy nekik ugye bár szükséges. Oké, szóval ez a pálya igen kicsi. Jól van, nem lesz ez olyan problémás, szerintem, remélem, nagyon remélem. Oké, szóval ez a harmadik videó, amelyik éjszaka játszódik. Na most a pálya másik oldalán vagyunk. Kicsit itt kell forgassam magam, hogy rájöjjek. De a pálya másik oldalán vagyunk, normálisan innen szoktunk kezdeni. De semmi baj, ez nekünk nem okoz problémát. Hoztunk magunkkal Battle Scannert. Rájöttem, hogy igazából miért nem volt Battle Scannerünk. Mármint rájöttem arra, hogy a Battle Scannert azt nyugodtan használhatja bárki, aki scout vagy engineer. Szóval, lássuk csak. Gamer MC-t szerintem a legjobb lesz, hogyha ide tesszük. Á, nem, mert az full fedezék, az nem jó. Akkor pont a mögé kéne tenni. Nagyon szerencsétlen lehet a csapat. Elég egy picikét. Tehát, hogyha ezt lőd be? Oké. Már is láthatjuk, hogy itt valahol, kb. Itt valahol vannak idegenek. Ami problémás, egy picikét. És nem hoztunk asszoltot, amire most jöttem rá. Igaz, hogy azon nincs. Az nincs. Oké. Hát az gáz. Jól van. És menj el ide? Oké, te nem látod őket. Az gáz. Egy picikét. Akkor vagy még hátrébb vannak, vagy... hát nem is tudom pontosan. Semmi baj. Akkor erre megyünk rá. Erre fogunk rámenni, hogy ott vannak valahol. Oké. Lássuk csak. Mérjük be. Szóval, itt van a két katonánk, így ugye figyeljetek a térképet, két katonánk, és egészen pontosan Gamer MC-vel szemben, kb. Pontosan azon a csíkon található, egy kicsivel talán jobbra található egy idegen. Szóval, szerintem itt vannak a fal ezen oldalán. Na most, az azt jelenti, hogy ezen az ablakon belátnak, erre figyelnünk kell. Azért mindenképp. Oké. Te gyere ide, de ilyen művel nem tud sokat járkálni, semmi baj. Kapcsoljuk, gyere ide, jól van. És fente pedig akkor gyere ide. És mi vagy, van két szkennerünk és ez egy kicsi pálya. Dobjál egyet ide. Hogy nem, hogy valaki hátba támad minket, mert ez problémás lehet. Oké, nincs ott senki. Jó, nagyszerű. Jól van, akkor mindenki más. Örködhetsz, hogy ez teli, és örködtem is. Jól van. Lássuk, mit csinálnak az idegenek. Lehetnek a tetőn, bár nem hinném, de tetőn lennének. Oké, ezek szektődök, jó. Igen, a meld az ott van valahol, azt hallottuk. Kapcsolt be még egyszer a motion trackert. Ezek itt mozogtak, közelebb jöttek errefele. Ez problémás. Viszont ők nem mozdultak semmit. Akik itt vannak, azok nem mozdultak semmit. Szóval, hogyha mi ide jövünk... Hoppá! Oké, három szektőd. Jó, hát nem erre számítottam, hogy őket fogjuk látni, de semmi baj. Nagyszerű Gamer MC-nek van lövése. Tedd meg, kérlek szépen, tedd meg, szedd le! Köszönöm. Erre nagyon nagy szükség volt. Jó, már csak kettő darab szektőjön alatt. Lássuk csak, mit tudunk csinálni. Előrébb tudsz jönni. És fel.
nagyszerű. Viszont én a szektorit, ezt téged oldalba tudtam menni, igaz? Ezt tudunk flashbangelni, jó, ez egy opció. El tudod élni, igaz? Elzsír. Oké, ez fontos. Jó. Kireseg. Nyisd ki szépen az ajtót. Akkor valószínűleg a több ez a tetőnk van. Ami szintúgy problémás. Megpróbáltad. Ha tetőn vannak, akkor hú, hát nem is tudom, hogy ezt tudnánk velük hirtelen kezdeni. Oké, járulj el ide. Jó, te nem látsz semmit. Mivel hogy ez a flankelés, ez igen komoly dolog. Nézzétek meg, szerintem... nem biztos, hogy el tudod szaladni, nem hinném. Nem hinném. De ugyanakkor 30%-ig nem olyan sok. Tehát az azt jelenti, hogy többet kellene tudjon mozogni, mint István. Nem érem a mozgást. Szerintem nem fog tudni eddig. Tehát innen tudna flankelni, vagy innen tudna flankelni. Vagy ugye innen akárhonnan, de ide nem fog beállni szerintem. Nem hinném. Oké, akkor őrködj. Őrködj te is. Hú, te is István. És akkor Dániel, te gyere ide. Mozogj oda fel. Oké. Okay. Igen. Igen, ott van a tetőn. Oké. Okay. 5 szektorid. Jól van. Jól van, és egy csomó mindenki jölködött. Sőt, tömegesen mindenki jölködött. Oké. Okay. Ez úgy gáz egy picikét nekünk. Gémberem szín nem lát semmit. Jó, próbálom még egyszer. Semmi baj. Oké, okay, picikét rossz pozícióban vagyunk itt. Egy icike-picikét, de lehetnék rosszabban is sokkal. Oké, okay, 38% az 38%. Tudunk-e másfelemet csinálni? Az a baj, hogy szerint nem lehet elküldeni sehova. Hát akkor ide lehetne futtatni helyette János, és akkor sokkal jobb pozícióban lenne, viszont hogyha szennyit elindítjuk ide valahova az autókhoz, akkor ez dupla overwatch, és azt nem engedhetjük meg. Gáspár, próbáld meg! Semmi baj. Oké, akkor te őrködj. Gamer MC, figyelj ide! Olyan, már van lövésed, nagyszerű. Jól van, akkor steady. Őrködj. És őrködj te is. Oké. Nem a legoptimálisabb hely, ahol keresztűzbe szeretnénk vonni magunkat. De nem a legrosszabb se. Tehát vannak magas fedezékek, szóval ilyen szempontból jól állunk. Oké? Okay. Ez nem olyan vészes. És ő mozdulni készül egy picikét. Kiütta a fejét a sarokra. Ne. Csak ne pánikoljon más. Oké. Okay. Jó, nagyszerű. Király. 9%, oké. Okay. 38. Gyereked szinte semmi, mert le vagy szopresoronozva. Oké, okay, hát dupla lövés, próbáld meg. Várjunk csak. Gamer MC, le tudná szedni őt, akkor jól állnánk. Ez azt jelenti, hogy te akkor igen kérdés, akkor ezt próbáld meg. Van egy képességed, ez az, nagyszerű. Király. Jó. De találtad őt, viszont ez nem olyan jó nekünk. Oké, okay, Gamer MC, gyerünk. Ez az, király. Mert tökéletesen rátette arra az autóra a puskát. Jól van, akkor maradt még 3 darab szektoid. És a kis szemetek innen oldalról akarnak jönni. Ne nézzenek oda. Oké, az baj nekünk. Az baj nekünk, tehát akkor ide vissza kell vennünk, fel kell készüljünk rá. Dob ki a szkennert. Lássuk, hogy mit csinálnak. Eagle Eye on the move.
A kis szemetek. Jaj, hogy járkálnak, oké. Sokkal messzebb vannak, mint úgy gondoltam. Jól van. Te kicsit pánikolsz, ha nem semmi, gáz? Megesik. Jó, maradj öltözésben, és maradj öltözésben. Oké. Azok a szektorok, amiket mi még nem láttunk, jó? Elkapod a buffot, azt nem olyan jó. És akkor tovább jöttök? Azt hittem, hogy fel akartok menni ezért. Oké, nem akartok felmenni, egyszerű. Vagy sajnos... Szóval jött pont... ilyen kis cselesek vagytok. Az abban nincs könnyű módja annak, hogy megküzdjünk veletek. Csak az az egy, hogy átrohanunk itt mindenen, ami nem annyira jó. Illetve vagy átmegyünk az épületen, vagy itt jövünk. És ez a hely már nem annyira jó, mint az, ahol most voltunk. De semmi pánik, megoldjuk. Működni fog a dolog. Oké, és menj el ide. Jó. Kérdést a gyere ide, és tölts újra. Jó. Wow, a hangom. Csak gyere, Daniel, csak gyere, fuss ide, jó? Oké. Teszünk úgy. Szennyit teszünk úgy. Oké. Jó, ne menj fel a tetőre, kérlek szépen, bármit csinálsz, ne menj fel a tetőre. Kapod a buffot? Papa. Mernek annyi? Ez most nem is érdekel minket annyira. Oké. Akkor ezt úgy tervet kell változtassunk. Gyere ide. Aki nem lát senkit, jó. A terv, a változtatott terv. Ez azt lenne, hogy mégis az épületen haladunk át. Ami nem lesz jó gémelem színek. Én csak itt tud átlőni. Ez az egy hely az, ahol nem tud, ahol át tud lőni szépen. Még is lehetne rosszabb persze, de értitek. Te tudsz hílelni, igaz? Szóval meg tudod hajnalt hílelni. Jó. Okay. Ezek félfedezékek, az nem olyan jó. De semmi baj. Nem kell egyszer kettő darab podot aktiválni, az lenne a lényeg. Oké. Okay. Ez egy bank. Én kiterült az idegenek, az idegeneknek is pénz kell ahhoz, hogy elfoglalják a földet, jó, őt már láttuk egyszer, semmi baj. Nagyszerű, tökéletes. Tökéletes volt. Ők még nincsenek aktiválva. Jó. Maradt még kettő darab idegen, aki aktiválva van. Megkapta a buffot, és nagyon félre tőle, hogy felment a tetőre. Itt tudunk csak felmenetetőre, az elég gáz, az elég rossz helyen van. Van még valami motion trackerünk, vagy hasonlónk? Nincs. Nincs semmink. Látjuk-e a varázslatot? Nem. De. Oké, szóval nem ment fel tetőre. Jó, csak ott maradt. Akkor szóval mi fel tudunk menni a tetőre, hogyha fel akarunk menni a tetőre. Tudjuk, hogy mi hol van, ki hol van. Copy that. Szóval ilyen szempontból rendben vagyunk. Ilyen szempontból teljes információnk van. Gratulálok, ezt nem kellett volna. Ugyanis az arra jönnek. Az arra jönnek az idegenek. Oké, hát Gamer MC, téged kéne legjobban. Ha felteszünk a tetőre, akkor nem vagy hasznos semmiben. Az a baj, gyere ide. És akkor Gáspár. Fú, csak gyere el eddig, jó? Oké. Akkor szerintem pedig őrködj. Oké.
Valószínűleg itt fognak valamerre járkálni. Aktiválódottak, kérlek szépen, köszönöm. Oké, ez csak az a kettő idegen. Nem olyan vészes. De hogyha ide jövünk székelyel. Elnézést. Mondjuk flank... What? Komolyan. Fuck it, akkor ide jövünk így. Na, ott a meld! Ó. Oh. Oké. Oké, így már értek minden. Ez nagyszerű István. Jó van, már csak egy idegen maradt. Meg ők itt. Velük lesz egy kis problémánk még. Ez az egy idegennel legyen, nem? Mert ezt azért le tudjuk szedni. Viszont őket nem tudom, hogy hogy kéne aktiválni, hogy jó is legyen meg. Ne is nyílj meg ki mindenkit. Akit valószínűleg itt maradtok. És akkor igazából nagyjából mindenki örködhet. Jó, de valószínűleg aktiválni fognak most. Még nem? De igen, már aktiváltak. Oké, semmi baj. Erre számítottunk valamennyire. Ott a másik már, rip már. És akkor már csak egy valaki maradt. Az első csoportból, nem is tudom pontosan. Oké. István. Nem látunk senkit amúgy, igaz? Totál nem látunk senkit. Semmi baj. De lesz elni, menj fel. Hát, hogyha ők nem jönnek fel és nem használják ki, akkor mi mindenképp kifogjuk. Annyira, hogy nyugodtan gamer-emszét is felküldhetjük. Egész pontosan. Yes, oké. Okay. Jól van, szerintem, hogy jó lesz. És akkor csak Gáspár maradt. Gáspárt is küldjük fel, mert a fenti szeplesen fentről, meg a lövöldözés, az mind nagyon fontos és nagyon jó. Oké, és akkor mindenki örködhet igazán. Ha valaki feljön a tetőre, akkor ezt le tudjuk onnan lőni. Gond nélkül. Na, feljössz a tetőre? Ó, felbizony. Ezért volt szerint overwatchot. Yeah! Maradt még 5 szektoid. Istenem. Oké. Okay. Ez egy kicsit problémás volt. Pont ezért ettől tartottam. De gamer nem szállt, hogy el tudja szedni. Gamer nem szállt, hogy el szedni, semmi baj. Szállni nem tudom, hogy látod. Igazából, de... Oké, okay, semmi gáz. 49. Yes, commander. Ha ide jössz, akkor 57, az már egész jó. Jó, meg a 38-at. Semmi baj. Akkor nyomjuk majd a suppression-t. Hogy ne tudjon feljönni, még csak, ne tudjon igazából lövöldözni, még csak úgy nagyjából se. És ha már én cselesen játszunk, akkor miért nem jövünk még fel egy párom? Nem, mint pár adat azt írtam, hogy mindenki. Jó van, és akkor kérdés többé gyere fel ide. Oké. Okay. Egyszerű, a szekrő nem fog tudni semmit, hogy csinálni gyakorlatilag. Lőni fog. Oké. Okay. Ez intenzív volt, nagyon intenzív volt. Jól van. Istenem, szerintem mindegy, hogy kivel lőjük meg. Összülleg kérdése, mert kell egy jó infantry mindenképp. Oké, okay, adj neki. Király. Jó van, Dávid, látsz itt valamit? Nem látsz semmit? Ó. Oh. Akkor az
Azt hiszem, hogy idegenekre kell vadásszunk, akik akárhol lehet, kb. Talán vannak még, vagy négyen? Ezt így jó észben tartani. Nem, már azt hiszem, hogy már nincsenek négyen. Oké. Na, csak nézeket, amit kiket tudok küldeni így perembe. Hogy megnézzék, hogy vannak-e valahol ellenségek. Oké. Jó. Hoppá, ott, igen, persze. Mondjuk erre számítottam valamennyire. Jó, annak vége. Az ott nem éli túl, ezt tudjuk. Igen. És székely. Előléptetést érdemelt. Ki? Még fel van egy? Nem jön fel? Nem jön fel. Oké, viszont tudjuk, hogy hol van, és duplát lépett. Oké, kevés kapott előléptetés, székely kapott előléptetés, gamer MC nem kapott előléptetést. Hajnal István sem kapott előléptetést. De most valaki fog. Gáspárra tudsz úgy ugrani, hogy megöld? Az helyzet, hogy nem valószínű, ez a gond. Próbáld meg innen? Tudom, hogy flankelve leszel, de hát hogyha sikerül. Jó, hát hogyha... Oh yes, tökéletes. Mivel fontos, hogy legyen egy jó gunnerünk. Nagyszerű. Sötét álom hadművelet. Ugye túl Hajnal István lett meglőve egy picikét, de csak egy picikét, szóval ez se olyan nagy világvége méretű probléma. Lehet, hogy egy picit gyengékedni fog, de meggyógyul. Meggyógyul. Oké. Okay. Hajnal István nem kapott, igen, 9 nap. Hajnal István nem kapott előléptetést, és Gamer MC sem kapott előléptetést. De mindenki más, igen, ami tök jó. Ami tök jó. Executioner. Dávid Székelynél pedig hol a targeting. Daniel Gáspárnál. Van ilyen, hogy méhem. Proximity. Nem, tehát... Egy ilyen flash. Oké. Szelnyinek pedig... Igazából, amit nagyon szeretek felvenni medikeken, ami kicsikét fura talán, az a suppression. Suppression-t fel szeretem venni. Szeretem a suppression-t. Ez most nulla meld, vagy egy meld? Oké. Okay. Most itt meg kell, meg van sebesülve, az gáz. Az gázásan kell építeni, még kell szerezni pár motion tracker-t. Sőt. Oké. Okay. Haladjunk tovább, semmi pénzünk semmire, szóval haladunk el tovább. Jött lesz generátorunk, meg idegen fegyverzetünk, nagyszerű. Oké. Okay. Ó, oh. Jó, igen, csak generátor indult, itt lövődök be. Süti, nagyon süti. Oké, okay. Ha lenne pénzünk, akkor most tudnánk építeni mindenféle királyságot. De nincs. Tudnánk építeni workshopot, meg laboratóriumot, meg ilyeneket, de hát nincs semmi pénzünk. Majd lesz hamarosan. Oké. Okay. Megvan a motion tracker, nagyszerű. Alien weaponry. Tudunk építeni Maxman scope-ot, valamint a scope-ot? Nagyszerű. Oké. Okay. Fűha. Neki állhatnánk a beamlézereknek, hogy legyen lézerfegyverünk. De vajon neki akarunk-e? Álljunk neki, igen. Álljunk neki. Ez lesz a legjobb. Jól van velem, jó. Úgyha neki állunk, szerintem. Ja, persze. Oké. Okay. Oké. Okay. Csak műholdjaink nincsenek, igaz amúgy? Vagy vannak? Lesz, hogy van már szatellitünk, de műholdjaink azt hiszem, hogy még nincsenek. Eljön.
Situation Room Launch Satellite. Nincs. De hey, legalább van egy satellite uplinkünk, szóval az valami. Valószínűleg lesz még egy küldetésünk a Council Report előtt. Nem. Nem bírom megtenni. Nem bírom megtenni. Vagy lehet, hogy már egy küldetésünk lesz. Control situation room. Okay. Vendort kell megmenteni. Megint? Nagyszerű. Jó van, hölgyeim és uraim, akkor ezt meg fogjuk csinálni a következő epizódban. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert az rengeteget segít. Valamint, hogy újakodtuk a csatornám. Én ezt említek, hogy iratkozzatok fel, hiszen ugyebár ez az XCOM 2 végigjátszásunk előzetese. Ryder voltam. Hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!